Most pedig tisztelettel és szeretettel hívom a színpadra ma esti vendégünket, Sárközi Mátyás, József Attila Díjas író, kritikus, műfordítót, szerkesztő, egy legendás irodalmi család saját. Sárközi Mátyás! Kedden még lelkesebben ment a sorban, nemzeti szín kokárdával, gomjukában, együtt lépett az egyetemi fiatalokkal, a katonatisztekkel, a sorba beállt munkásokkal. Ámulva nézett körül, mennyien eljöttek, milyen szélesen hömpölyög a tömeg az utcán. Mellette írók, költők, egyetemi tanárok mentek. Az üzemekben, hivatalokban leállt a munka, integető, meghatott emberek álltak az ablakokban, a járdás szélén, kapuajokban és az erkélyeken. A közlekedést irányító rendőr lehajolt a kis toronyból, és nemzeti szín szalagot tűzött a zubonyára. Hogy lett a felvonulásból felkelés, azt nehéz megállapítani. Este 6-kor már a rádió épülete előtt könyvfokasztó bombák, fullasztó gáz felhőiben, géppisztoly ropogás közt futott a múzeum kert rácsai felé. A mellette szaladó kalauz egyenruhás úgy esett előre, mint aki tréfából bukfencet hány. Most, amikor otthon a túlfűtött konyhában kortyolgatja a kávét fáradtan és álmosan, azt kérdezi magától, érdemes volt? Az egész város csupa felfordulás, rendetlenség. Vajon mikor indul reggelente újra villamoson a munkahelyére? Mikor megy ismét moziba a szombat délután? A rádió csendesen zümmög, akadozva forog a hanglemez, ugyanaz a zene 10-szer, 20-szor, aztán csend. Majd Nagy Imre nyugodt, tempós hangja szólal meg. Amit mond, biztató és lelkesítő, és annyira más, mint keddeste, az az izgatott, gyűlöletes zagyvaság, amit egy ablakba tett készüléken keresztül hallgatott. Cigarettára gyújt, gonddal eregeti a füstöt, érdemes volt, mert az új, ami ezután jön, bár még sok harcba fog kerülni, egy soha el nem ért, de mindig vált szabadság, most már közel van. Hétfői hírlap, 1956. október 29. Hát, tévedtem, én egy optimista voltam, ma is az vagyok, és ma is azt hiszem, hogy még sohasem nem volt úgy, hogy sehogy se lett volna, és azon kívül mindig csak valami jó. Thank you.